Köszöntöm a kedves nézőket 2017 első közérdekű című magazinjában. Boldog új esztendőt kívánok mindenkinek, és természetesen stúdió vendégünknek is, ő pedig nem más, mint Takács László Cegléd-város polgármestere szokás szerint. Szervusz polgármester úr, boldog új esztendőt! Szervusz, boldog új évet kívánok neked is, és a kedves televízió nézőknek is. Itt a mellettünk lévő képernyőn a tavalyi adventi képeket láthatjuk. Nagyon gyorsan elszaladt 2016, és ez az adventi időszak is. Már ugye belecsaptunk javában 2017-ben, de még azért gondolom, hogy ott pezseg mindenkiben ez az elmúlt esztendő. Sok mindent hozott, sok mindent el is vitt sajnos, de hát lássuk csak, hogy hogyan értékeltétek ott a nagyházban ezt a 2016-ot. Hát ahogy említetted is, én úgy gondolom és úgy hiszem, hogy egy nagyon eseménydús 2016-os esztendőn vagyunk túl. Mi is, és a Cegléd teljes lakossága, hiszen nagyon sok minden történt velünk ebben az esztendőben. Hogyha sorra vesszük a dolgokat, ugye akkor a tavalyi esztendő is egy nagyon szép, még előző évről, 2015-ről áthúzódó karácsonyi ajándékkal kezdődött, hiszen közel 500 millió forintot kaptunk akkor is, most már mondhatom így, a kormányzattól különböző célokra. A város fejlesztése szempontjából úgy hiszem, hogy egy nagyon fontos kitörési pontunk hosszú évek óta a budaüti szabadidőközpont, az ottani fürdő, kemping és az egyéb fejlesztések. Ehhez kaptunk kormányzati támogatást. Ezzel már ugye egy jó szájízzel lehetett neki kezdeni a 2016-os esztendő költségvetésének, amely költségvetésről akkor is elmondtuk, hogy egy nagyon előremutató, hosszú évek óta nem tartalmazott annyi fejlesztést a költségvetés egészéhez képest az egész büdzsé a városnak, amit 2016-ban meg tudtunk csinálni. Így aztán február elején, amikor ez elkészült, akkor gyakorlatilag meg tudtuk a keretet adni azoknak a feladatoknak, illetve a hátteret azoknak a feladatoknak, amiket el szerettünk volna végezni. És én úgy gondolom így összegezve az év vége után, hogy gyakorlatilag mondhatom azt, hogy zömében azokat a fejlesztéseket, amiket célul tűztünk ki magunk elé, azokat megvalósítottuk. Hát amely fejlesztés szó is elhangzott, ugye a Városfejlesztési Kft. Is igazából 2016-ban tudta megmutatni oroszlán körmeit, mondhatni. Igen, ugye amikor elkezdtük a munkát 2014 év végén, amikor az új testület megkapta a ceglédiektől a fölhatalmazást, akkor elmondtuk, hogy más képpen képzeljük, mint ahogy hosszú évekig előttünk volt a városnak a vezetése, az irányítása. Igazából nagyon sok feladatot úgymond kiszerűen terveztünk a hivatal falai közül, de mégis szoros kapcsolatban, és ugye neki kezdtünk azoknak a fejlesztéseknek, amiknek most már azért úgy hiszem, hogy nagyon sok látható jele van szerte a városban. Elsősorban ugye neki kezdtünk azoknak a hosszú évek óta elodázott fejlesztéseknek, intézményi felújításoknak, korszerűsítéseknek, amik bizony-bizony mondjuk ki, hogy már nagyon sok esetben a bőrén érezte mindenki a hiányát. Itt azért kiemelt beruházásként említeném a köztársaság úti óvodának a gyakorlatilag teljes megújítását. Ugye itt pályázati forrásból, de azért zömében a város saját erőből végezte el ezeket a feladatokat. Nagyon sokat áldoztunk azokra kevésbé látványosan, mégis nagyon fontos dolgokra, mint a városi csapadékvízelvezető rendszereknek a rendbetétel. A Budai út mellett gyakorlatilag teljesen rendbe raktuk a vízelvezetést, de a város más pontjain is nagyon sok helyen több kilométernyi csapadékvíz hálózatot építettünk meg, újítottunk föl, takarítottunk ki, és ezt a munkát ezt folytatni szeretnénk. Utakat építettünk, ugyan még most csak a első lépésként a csapadékvízelvezetéssel együtt a szilárd burkolat vagy az útalapok megépítésével
építése történt meg nagyon sok helyen a városban, szintén évtizedek óta elmaradt utcákon. Ezzel párhuzamosan nekikezdtünk a belváros, illetve folytattuk a belváros megújítását, de most kezdtünk azokba a látványosabb szakaszokba lépni, amik fontosak, hiszen a Kossuth tér nagy része most már elkészült. Elkészült a, én azt gondolom, hogy a város egyik kis kedves tere, ékszerdoboza az evangélikus templom mögötti ordasköz. És hát természetesen ezzel együtt azért azok a fejlesztések, amik kapcsolódnak, vagy előfeltételi a tervezések és a Városfejlesztési Kft-t, hogy említette, ugye kapcsolódik. Nagyon sok tervet készítettünk. A zsinagóga előtti szakasz, a Kölcsey térnek a megújítása, a Kossuth térnek a megújításának a folytatása, a Szabadság tér rekonstrukciója. És az ugye ezzel párhuzamosan, ahogy itt az elején említettem a beszélgetésnek, kormányzati támogatás segítségével elkészült a Fürdő-Pesti úttal összekötő szilárd burkolatú útszakasza, előkészítés se zajlott a fürdőnek a megújítása, ugye itt csúszdaépítés, új medence építésekben vagyunk, tehát ezek is elkezdődtek, az előkészítések, a tervek, és én bízom benne, hogy az idei évben ezek el is fognak készülni szezonnyitásra. És hát egy nagyon nagy fába vágtuk a fejszénket, azért ezt el kell mondani, ezt elmondtuk akkor is. Ez pedig a Gály József sportcsarnoknak a teljes rekonstrukciója, teljes megújítása. A város életében egy nagyon fontos dolog, gyakorlatilag több mint 35 évvel ezelőtt készült el az akkori kornak, kor időszakában egy modernnek számító létesítmény, ami sajnos mostanra elavult lett, illetve ki is nőtte a városi sport, hál' Istennek, ezeket az intézményi kereteket, és hát elkezdtünk gondolkozni az év elején, hogy hogy tudnánk megoldani a teljes városi sport problémát, és arra jutottunk, hogy bizony ezt a sportcsarnokot át kell építeni, illetve bővíteni kell ahhoz, hogy ki tudja szolgálni mind a versenysportokat, de mind a tömegsport, szabadidősport, és egyébként kulturális eseményekre is használni szoktuk ezeket. Tehát erre elkészítettünk egy tervet, egy koncepciót, nagyon sokat dolgoztunk vele, látványtervek készültek, nagyon sok egyéb más dolgot tudtunk megcsinálni, csak a pénz hiányzott hozzá, de az év végére, ahogy itt említettem, és azért mondtam, hogy is a tavalyi évben is, és az ide, illetve a tavaly előtti évben most már, és a 2016-os évben is nagyon szép karácsonyi ajándékot kaptunk, most is kaptunk, közel 500 millió forintot ennek a sportcsarnok önerejéhez segítséget a kormányzattól. Ha a korábbi esztendőkre visszanézek, akkor szinte, hogy be lehetett őket kategorizálni, hogy a nagy beruházások esztendeje, vagy a kisebb felújítások, munkátok esztendeje. 2016, minthogyha ilyen vegyes év lett volna ilyen szempontból. Tehát az egészen nagy méretű beruházások is zajlottak meg, hát sok kicsi is. Nyilván. Igen, ahogy mondtam, tehát ugye itt a költségvetésben rejlett annak a lehetősége, hogy ezeket el tudjuk kezdeni, illetve azért egy kicsit előrébb kell menjünk, hiszen fontosnak tartom elmondani, hogy nem véletlen, hogy ilyen helyzetben vagyunk, hiszen a kormányzati adósság átvállalással azért nagyban könnyebb lett az önkormányzatok helyzete, itt Szegédváros helyzete is. Látszanak egyébként azok a pozitív kormányzati intézkedéseknek a hatása, ilyen meg gazdasági növekedésre kihatása van, hiszen az adóbevételeink folyamatosan növekednek. Gyakorlatilag ez tud alapot teremteni a fejlesztésekhez is, és így neki mertünk fogni ezeknek a dolgoknak. Tehát biztonsággal látjuk azt, hogy a költségvetésnek a megterhelése nélkül bele tudunk kezdeni több dologba, és ezért lehetett az, ahogy említetted, hogy nagyobb-kisebb dolgok zajlottak. Itt mondtam egy pár dolgot, de talán ez a műsor sem lenne, hál' Istennek, elég ahhoz, hogy elmondjam azt, hogy 2016-ban mi mindent csináltunk még egyébként, amik nem működéshez kapcsolódó dolgok, hanem ezek mind-mind fejlesztések. Buszmegállókat építettünk, parkolókat újítottunk, meg a város más pontjain is. Tehát nagyon sok mindent tudtunk megtenni. Én örülök neki, hogy egy ilyen
típusú városvezető lehetek, ez nekem is jó, meg mindenkinek jó, hogyha nem egy válságkezelésben kell gondolkodni, hanem az ember abba gondolkodhat, hogy mit szeretne megcsinálni, ki tudja kérni a cegvédiek véleményét, és ehhez kapcsolódóan fejleszteni tudunk, és előre tudunk haladni. Egyébként a kommunikáció a lakossággal fontos szerepet játszott a 2016-os évben is. Mennyire működik? Tehát onnan ti hogyan látjátok ezt? Én úgy gondolom, hogy szokni kell még mindenkinek ezt a kommunikációt. Én bízom benne, hogy úgy tűnik, vagy én biztos vagyok benne, hogy mi megteszünk a lehetőségeinkhez mérten mindent ahhoz, hogy eljusson a lakossághoz az, amit mi szeretnénk. Úgy is, hogy a véleményüket kikérjük. Az egy kicsit elszomorít egyébként, hogy nagyon sok esetben nincs elég érdeklődés ezekhez a dolgokhoz, bár szokták volt mondani, hogy ha jól mennek a dolgok, akkor nem érdeklődnek az emberek, de azért ez nem hiszem, hogy meg kell, hogy tévesszem minket. Tehát még valahogy szokni kell ezt a dolgot a ceglédieknek, hogy bizony bele lehet szólni a dolgokba, sőt bele kell szólni a dolgokba, mert nem a fejük fölött dőlnek el a dolgok, hanem egy városi közösség közösen kell, hogy alakítsa a jövőjét, és abban bizony mindenki véleményének fontos szerepe van, mindenkinek bele kell tudni szólni, el kell tudni mondani a véleményét. Nagyon sok aktív civil szereplő van azért most már, akik részt vesznek folyamatosan ezeken az egyeztetéseken, de azt is el kell mondani, és azt is fontosnak tartom, hogy az is látszik, hogy minek utána politikus vagyok, közelednek a választások, vagy fél időbe értünk, és azért olyan felhangok is vannak, illetve kicsit elszomorít az, amikor azt látom, hogy nem arról szól a dolog, hogy tudunk előre menni, hanem abszolút láthatóan politikai okokból kapjuk a kritikákat, ami természetesen el kell fogadni, és az még előre is viheti a dolgokat. Erre azt szoktam mondani, hogy az a jó, hogy arról tudunk beszélni, azt kritizálják, hogy mit fejlesztünk, tehát nem arról beszélnek, vagy nem arról van szó, hogy mit miért nem csinálunk, hanem hogy mit csinálunk, de azért az mindenképpen elgondolkodtató, és mondom, egy kicsit azért, ha egy kis keserűséget is lehet 2016-ról mondani, így értékelésként, akkor az, hogy úgy látom, hogy kezdünk elmenni egy olyan irányba, ami bizony sárdobálás lesz sok esetben, és az eddig békés és konstruktív testületi munkába most már olyan politikai pamflettelemek is bele fognak jönni, ami kell, lehet, hogy ez szórakoztat bizonyos embereket, nincs ez probléma, de én azért bízom benne, hogy majd 2017-ben zömében inkább a város dolgainál tudunk maradni, és arról beszélni, hogy mi viszi előre a várost, hogy mi az, amit másképpen jobban kell csinálni. Biztos, hogy lesz miről beszélni ilyen téren is. Minden év hoz valami változást. Ugye elindult 2014-től tulajdonképpen az a folyamat, ami során, amit említetted, te is több mindent kiszerveztetek a hivatal működéséből. Az egész szerkezetet át gondoljátok. Ennek keretében most az egy legnagyobb változás mindenképpen a Művelődési Központ és Könyvtár szétválása, de nem ilyen egyszerű ez a történet, tehát ennél bonyolultabb. Most indul a dolog, most már megfelelő papírok is lassacskán összeállnak. Hogy látjátok, mit vártok ettől a változástól? Hát úgy, ahogy minden ilyen változásból, itt az elején beszéltünk szintén erről, hogy ugye 2014 után másképp képzeltük el ezt az egész dolgot. Kicsit menedzser szemléletű vagy üzleti szemléletű önkormányzatiság van az én fejemben, és pontosan ezért is gondoltuk azt, hogy a kulturális, művelődési dolgok is is próbáljuk egy kicsit elvinni ebbe az irányba. Egyrészt ennek vannak jól magyarázható gazdasági okai is, hiszen jelen pillanatban a város elég nagy rendezvényeket bonyolít, és a művelődésre, kultúrára, az idegenforgalomra azért sokat költünk. Viszont ezek eddig hivatali kereteken belül zajlottak, és ugye aki jártas a vállalkozók világában, azt tudja, hogy az áfa az egy érdekes dolog, azt, hogyha ügyesen csináljuk, akkor egy részét újra föl lehet úgymond használni, vissza lehet forgatni, míg azért a jelenlegi formában, a hivatali formában, ami volt eddig, ott azért elveszett gyakorlatilag ez a dolog. Tehát egyrészt ez volt az egyik ok, meg az, hogy egy gazdasági
formában, kicsit koncentráltan, ahogy már említettem, itt azért a fürdőfejlesztéssel az idegenforgalom, a kultúra egyéb ott van, szintén nagyon komoly dolgok zajlanak a városba, ceglédiek is láthatják, de akik ide jönnek, egyre több a pozitív visszajelzés, hogy nagyon sok olyan rendezvényünk van, mint a Nemzeti Vágta, Laska Fesztivál, aztán a Kossuth napok, tehát amik most már azért országos érdeklődésre tettek szert, és sokan jönnek, és ezeket is szeretnénk koncentrálni. És én úgy gondolom, hogy ebbe a KFT, non-profit KFT formába ezek a dolgok működőképesebbek lesznek, meg maga az egész létesítmény üzemeltetés is talán egy kicsit könnyebb lehet. Ez a cél. Én optimista ember vagyok, ahogy beszéltünk a városfejlesztési KFT dolgairól. Ott bebizonyosodott, hogy ez sokkal jobban tud működni egy ilyen kiszervezett formában. Én hiszem azt, hogy a művelődési KFT, kulturális KFT-nk is ezt fogja bebizonyítani. Na most van egy év, ugye, amíg rendezik így a soraikat körülbelül, és akkor utána mutatja meg majd, hogy mit tud. Hasonlóképpen a városfejlesztési KFT, igen, ez ugye ott is azért volt egy felkészülési időszak, és utána tudott rendesen működni. A tavalyi fejlesztések közül az egyikben itt ülünk most éppen, hiszen ugye a városi televízió egy nagyon komoly injekciót kapott most 2016-ban, és hát akkor már nyár körül, ugye, vagy az év második felében megérkezett nagyon sok olyan műszaki berendezés, ami igazából most fogja megmutatni, hogy mit tud. Úgyhogy hát, hogy szétnézünk, most már egy gyönyörű, ugye, kamera tartó, nagy állvány, Jimmy-nek nevezik a szakmában. Esetleg megkérjük a kollégát, hogy bólincson bele egy kicsit, hogy lássuk, hogy igen, ez mozog most éppen. Igen, jön felénk. Jön itt felénk, egész félelmetesen ez a kamera. Tehát sok mindent fog tudni ez a stúdió, nem csak megszépült és a bútorokat cseréltük itt ki, hanem itt azért jóval több minden történt. Ez is azért fontos egy város életében, nem? Hogy néz ki a tévéje. Mindenképpen, hát ugye, ahogy említetted is, ti benne vagytok ebbe gyakorlatilag hosszú-hosszú évek, évtizedek óta. Valóban nagyon elavult volt már az a technika. Ugye itt a mai korban azért gyorsan pörögnek az események, én már ezeket az okostelefonos rendszereket sem nagyon tudom követni, de hát az látszik, hogy a digitális technika az kell. Ugye ez mi sem bizonyítja jobban a televízió mellett, mint a mozi, amit ugye szintén a televízió keretein belül gazdasági társaságban működik, és ugye ott is végrehajtottuk azokat a digitális fejlesztéseket, amik szükségesek voltak, és én örömmel konstatálom, amikor elmegyek a ceglédi moziba, hogy nem az van, mint mondjuk 4-5 évvel ezelőtt, hogy néhány ember lézenget, hanem bizony sorba kell állni a jegyért, meg történnek a dolgok, tehát sokan vagyunk a moziba, ez nagyon jó. Én azt hiszem, hogy a televíziónk is ugyanilyen dolog. Sokan mondják, hogy nem kell ráadozni, meg nem fontos, de nagyon fontos, hogy meg tudjuk mutatni pont azt, ami itt megy mellettünk, hogy mennyi minden történik ebbe a városba, mennyi szép dolog van, mennyi értékünk van itt, ami a miénk, ami nekünk van csak ceglédieknek, és ezeket meg kell tudni mutatni kifele is a világba, és hát a televízió egy ilyen technikával sokkal alkalmasabb tud lenni erre. Igen. Előttünk két pezsgős pohár, nem véletlenül, hiszen ugye a beszélgetés végére egy kocintást terveztünk, és említettük itt a teljesen új körülményeket, még igazság szerint én sem tudom pontosan, hogy ezt ülve tegyük meg, vagy állva, hogy kérem a kollégák segítségét, hogy mi történjen, felálljuk-e vagy sem. vagy képileg jobb, hogyha ülve maradunk. Ülve maradunk, azt mondták. Ülve maradunk, rendben. És hát akkor én is megragadom a poharat és a lehetőséget. Polgármester úr, akkor belekezdünk ebbe a 2017-es esztendőbe is, és akkor minden hónapban mindenképpen találkozunk itt minimum, de lehet, hogy ha jobban megy a városra, akkor többször is. Boldog új évet kívánunk neked is, és a televízió nézőknek is. A figyelmet köszönöm a kedves nézőknek, találkozzunk majd a jövő héten is, minden jót, viszontlátásra!